Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget. Azt hiszem, mostan a legtöbben pokolba kívánják azt, akit még hosszabban meg mer szólalni. Úgyhogy én is csak tervezett beszédem, előadásom legvégét osztanám meg önökkel. Három gondolatot jegyeztem föl zárásképpen. Az egyik, meg fognak lepődni, nem nagyon eredeti gondolat, amit felvetek, hogy ez már tűrhetetlen közhely évszázadok óta, hogy az építészet az olyan, mint a megfagyott zene. Na most, induljunk ki ebből a toposzból, és próbáljuk meghatározni, hogy vajon milyen zeneszerző lett volna Hudec László, ha nem megfagyott zenét, hanem szó szerinti élő zenét zenével foglalkozott volna. Az első, amit erről a zenéről és erről a látásmódról elmondhatunk, azt hiszem a monumentalitás. Az a fajta monumentalitás, amit mondjuk a zenéből leginkább a gregorián zenéhez tudnánk társítani. A térbe való nem belevetettségnek a Heideggerrel szólva, hanem a végleges és kételytelen belehelyezettségnek a zsenialitása jellemzi ezt a monumentalitást. Ez természetesen nem mint építész, hanem mint zene kedvelő ember. Mondom, hogy venném magamnak a bátorságot, az orszámon is égne a bőr, hogy ennyi kiválóság mellett én építészeti kérdésekhez hozzászóljak. A másik hogy milyenek ezek az épületek, milyen lenne ez a zene, eleganciájában is kifogástalan, mert arányaiban is az. Tehát az arányérzéknek és a bátorságnak, a merészségnek valamilyen egészen egyedi ötvözete. Aztán ugyebár mindezek összefüggésben is az a markáns vonalvezetés, itt dalamívekre gondoljunk, tehát ennek az imponáló magabiztossága, a meg nem remegő kéz, a biztos tekintet, a magában bízó elme öntudata, öntudatossága. Talán úgy foglalnám össze mindezt, hogy úgy súlyos, hogy fölrepülni kész. A második kulcsszó, amit itt fölírtam, az Benyovszky Moritz neve. Hiszen kettejük életében teljesen nyilvánvaló, hogy mennyi fajta sorspárhuzam van, fátumpárhuzam, a csataterektől a Szibérián át történő kalandozásig. Csak éppen az ő életéből a kormányzó lánya hiányzik, meg a madagaszkári királyság, de azt hiszem, hogy ha a madagaszkáriakban lett volna annyi leleményesség, hogy meghívják Hudec Lászlót Madagaszkár királyának, mint Hajdan Benyovszky volt, akkor azt hiszem, hogy Tananarivo, a Malgas Köztársaság fővárosa, ma az építészetileg legizgalmasabb főváros volna egész Afrikában. És végezetül engedjék meg, ez már egy teljesen elszabadult gondolatmenet, a Bőrönd idézet, amely az egyik plakáton is olvasható: akik tisztán anyagi életet élnek, olyanok maradnak az életük végén, mint az elején. Akárcsak a koferem az utazás elején és a végén. Ugyanaz, csak kopottabb, nemesebbé kopottabb, fejti ki. Most ezzel jelenik meg a Bőröndnek egy olyan metaforája a magyar közgondolkodásban, amely logikára felfűzhető még néhány Bőrönd motivum, Bőrönd metafora. Az egyik ugye Bartóknak az élete végén fogalmazott, nagyon ismert mérlege, hagyatkozás, hogy csak azt sajnálom, hogy teli bőrönddel kell távoznom. Mit értett a teli bőröndön, tudjuk.
Később Apró Antal, egykori hírhedett politikus, élete utolsó éveiben minden reggel kiült a lakása elé egy bőröndel. Tudta, hogy valakinek érte kell jönnie és elvinnie őt, hiszen azt nem lehet megúszni, amennyi mindenben ő bűnös volt, az lehetetlen, hogy őt ne vigyék el, és ott előkészítette a bőröndjét ehhez az utazáshoz. Én azt hiszem, hogy a bűntudatnak ez valami egészen rendkívüli metaforája. És emlékezzünk Kertész Imre bőröndjére is, aki még Berlinbe való távozása előtt itteni lakásának az előszobájában, ugyancsak nagyon feltűnő helyen egy bőröndöt helyezett el, és bárki meglátogatta, és nyilvánvalóan megkérdezte, hogy készülsz utazni, mondta, itt bármelyik pillanatban menekülnöm kell, és én erre fel akarok készülni. Na most, mindezek a bőröndök, én nem mondanám azt, hogy a Hudec László bőröndjéből bújtak elő, de azt mondom, hogy a Hudec László bőröndjébe azért rendkívül sok minden belefért. Belefért Beszterce bánya, belefért a műegyetem, belefért az önkéntes frontszolgálat, belefért Szibéria, belefért Shanghai, belefért az embermentés, belefért Szentpéter sídja és a Vatikán, és még Amerika is. Ez egy csodálatosan gazdag bőrönd volt. Köszönöm szépen a figyelmet.